Fél 12-kor diákok gyülekeztek a Krúdi iskola mögötti sportpályán, ekkor már érezni lehetett, hogy valami nagy dologra készülnek. Szinte özönlöttek a tanulók az intézményből, aztán pillanatok múlva már egy hatalmas flashmob kezdődött, több száz diák részvételével. Moderátorok mutatták a többieknek, milyen mozgás kombinációt kövessenek, profi és amatőr táncosok, lányok és fiúk együtt táncoltak és vezették fel a pénteki futóversenyt. A jóízű bemelegítés után pedig jöhetett a nap fénypontja, a 2018-as év és az Európai Diáksportnap tiszteletére egy 2018 méteres futóversenyt rendeztek az iskola mögötti kiserdőben. Az Európai Diáksportnapja ez a mai, ahol meg is hirdették ezt a 2018 méteres futást, hogyha lehet, akkor minél többen induljanak ezen. Nekünk volt 13 éven keresztül egy Krúdi Duatlon nevű versenyünk, amiben a kerékpár azért korlátozta a létszámot, meg egy picit veszélyesnek is ítéltük akkor, amikor nem olyan az időjárás. És azt hiszem jó döntés volt tavaly, hogy váltottunk, és most már 350-nél több indulóra számítunk, illetve annyian neveztek, úgyhogy bízom benne, hogy egy csodálatos időben, jó környezetben egy jó kis verseny fog születni. A Krúdiban a magas színvonalú oktató-nevelő munka mellett a szabadidő hasznos eltöltésére, például a sportra is kiemelt figyelmet szentelnek. Az intézmény igazgatója szerint ettől válik teljessé a krúdisok képzése. Nagyon sok versenysportolónk van, rájuk is nagyon büszkék vagyunk, és azért nagyon sok olyan gyerek is van, aki nem szeret mozogni, szívesen inkább beül a tornaterembe, na azokat szeretnénk most itt egy kicsikét megmozdítani, és inkább a Tomek sport felé elvinni ezt a mai napot, hogy mindenki tudja meg, hogy milyen jó élvezni a jó levegőt, a napsütést, és kicsikét a mozgást. Rengetegen álltak rajthoz a 2018 méteres megmérettetésen, ami tulajdonképpen két kiserdei kör leküzdését jelentette az indulók számára. Bár itt a részvétel volt a fontos, nagy küzdelem alakult ki az erdei futópályán. A krúdis futást végül hatalmas előnnyel Deák Bence nyerte, de nem csak őt, hanem az önkormányzat jóvoltából négy kategória első három helyezettjét is díjazták.